Sziasztok, üdvözöllek benneteket újra itt a csatornámon. Így karácsony meg az ünnepek közelettével azt hiszem, hogy egyre többen vagyunk anyukák egy picit stresszesebbek a megszokottnál, és a hétvégünk nagyon nehéz volt, így arra gondoltam, hogy utána nézek, hogy mi az, amivel egy kicsit feltöltődhetnék, és összeírtam nektek is 8 tippet az én kis füzetembe, hogy mi az, amivel mi anyukák is egy kicsit visszatölthetjük magunkba azt az energiát, amit néha nem jó helyre fektetünk, inkább így fejezném ki magam. Szóval az első dolog, amit felírtam magamnak, teljesen alap dolgok, és mindenki másképp töltődik. Írtatok nekem Instagramon, amit nagyon szépen köszönök, többen erre tippet. Most, hogy olvasgattam az Instagram üzeneteimet, valakit azt tölt fel, hogyha a fürdőszobába pakolgatja a tisztítószereit, valakit azt tölt fel, hogyha a mosogatás közben békén hagyják, valakit azt tölt fel, hogyha biciklizhet, valakit azt tölt fel, hogyha megehet 2 tábla csokit, valakit azt, ha kimegy az erkélyre, és mondjuk 10 percig teljesen egyedül lehet, és elszívhat egy cigit, valakit azt tölt fel, hogy becsapja az ajtót, és sikít a fürdőszobába, valakit azt, hogyha kísírja magát. A legfontosabb az, hogy mi magunk rájöjjünk arra, hogy mi az, ami bennünket személy szerint feltölt, mi az, ami nekünk visszaadja az energiánkat. Az én első tippem teljesen alap dolog, és ezt az egyik kedves ismerősöm világított fel ma rá, Ilona, köszönöm szépen innen is, hogy tényleg az első és legfontosabb dolog, amúgy ezt többen is írtátok, az alvás. Szóval, hogyha én magam kipihentebb vagyok, és alszok mondjuk 8 órát egyhozban, ami mondjuk az anyukáknál kicsit nehéz, akkor sokkal több türelmem lesz a gyerekekhez is, és mindenkihez. Nagyon sokszor belefutok olyanba, hogy például el szeretnék menni a gyerekekkel egyet kirándulni, és ebből egy, vagy mondjuk rá bikulás ünnepségre, vagy teljesen mindegy, hogy hova wellnessezni, és egy hatalmas káosz lesz körülöttem. Hogy a gyerekeknek ez nem jó, sikítanak, hiába van ott a svéd asztal, nem akarnak enni, egyiknek ez a medence nem jó, a másiknak az, amire tényleg néha úgy gondolom, hogy azért megyünk oda, hogy feltöltődjünk, azért megyünk egyet kirándulni, hogy ők is egy kicsit élményt kapjanak, és bizony szerintem be kell valljuk. Szerintem nem lehetek ezzel egyedül, hogy valamikor ez egy káoszba fullad, és ahelyett, hogy feltöltődnék, csak még jobban lehúz. Előfordult már tényleg velünk is többször az, hogy kimentünk mondjuk mit tudom én az erdőbe sétálni, az egyik gyerkőc nem akart tovább jönni, a másik belefutott a pocsolyába, a harmadik sikított, mert megszúrta a tüske, és akkor a 3 gyerekkel itt álltam, és szívem szerint én is sikítottam volna, hogy basszus, minek jöttünk el. Ez mindenkivel előfordul. Csak azért mondom, hogy tudd, hogy nem te vagy az egyetlen, akinek néha valósulnak el azok a dolgok, amiket feltöltődésnek szánsz, nem csak saját magadnak, hanem a gyerekek számára is. Szóval igen, próbáljunk meg kipihenni magunkat, akinek erre lehetősége van. Hál' Istennek nálunk már mind a 3 gyerkőc átaludt az egész éjszakát, és azóta én is sokkal kisimultabb vagyok, meg a férjem is. És mindig próbáljuk úgy csinálni a dolgokat, hogy este aludjanak el mondjuk 10-11 óristen, mit beszélek, 8-9 óra között, hogy 10-11 óráig mi is tudjunk együtt lenni, egy filmet megnézni, mégis maradjon időnk arra, hogy eleget aludjunk. Így ez szerintem az egyik a stresszebb, mentesebb életnek az egyik alapja. A második a zene. Szerintem mindenki az érzelmeit ki tudja adni nagyjából zenébe, mert rengeteg érzelgős zene van, teljesen mindegy, hogy most rossz napod van és rockot hallgatsz, amiben mit tudom én. Szóval értitek, hogy van egy csomó olyan, de hallgasd, gyere sírja vállamot, vagy például tényleg karácsonykor, mikor kicsi voltam, és nagyon hiányzott az anyukám, akkor, jaj, sírni fogok, pedig ezt a videót nem akartam erre, akkor nem is tudom, a TNT-nek van egy olyan zenéje, hogy Szomorú alkalom. És annyira éreztem azt, pedig ez egy szerelmes zene, és mégis én ott sírtam az ablakba, és csak vártam. És tényleg a zene az, ami nem feltétlen feltölt, de hogy ki tudod adni benne az érzelmeidet. Legalábbis nekem. Szerintem mindenkinek megvan az a zene stílus, amit szeret, akár szomorú, akár minden alkalomhoz megvan. Biztos nem véletlen, hogy a szülinapokhoz is mondjuk zenét kötünk, biztos, hogy nem véletlen, hogy karácsony is. A hangulatot megadja a zene, van tényleg ehhez. És vannak
zenés meditációk is. Valaki tényleg azt tölt fel, hogy bemegy a fürdőkádba, és mondjuk meditációt hallgat, vagy csak lefekszik, és akármi. Szóval itt a zene az, ami... És akkor a harmadik, ami nekem például nagyon sokszor segít, és többen írtátok ti is, az a vezetés. Totálisan, amikor már úgy vagyok, hogy na most robbannék, akkor azt mondom, hogy jó, most elmegyek a Tescóba. Csak egy vajér például, csak mindegy. De hogy elmegyek, bömböltetem az autóba a zenét, sikítok, nem látha senki, és nem is hall, mert egy zárt térben vagyok, és mondjuk, mit tudom én, azt az egy vajat a Tescóba megveszem fél óra alatt, mert addig körülnézek, és lehiggadok. És átgondolom, hogy aznak mi az, amit másképp kellett volna csinálnom, úgyhogy a vezetés az valahogy nekem is segíti a stresszoldást. Aztán a negyedik dolog vagy tipp az az, hogy el kell mondani a gyerekeknek, hogy figyelj, anya most nagyon mérges, rosszat csináltatok, most nem szeretném kezelni ezt a helyzetet, várjuk meg, amíg anya is lehiggad, és bizony itt jön az, hogy oké, és akkor addig nézd a tévét, vagy oké, akkor addig tablettozz, vagy puzzlezz, de egy picit hagyj békén. És ezt szerintem a gyerekek is megértik. Nálunk legalábbis a gyerekek is mondhatják azt, hogy nem, most egyedül akarok lenni, becsukom az ajtót, és most ne gyertek be. És akkor bizony van lehetőségük arra, hogy a testvéreiket sem engedem be, mert megértem azt, hogy most egyedül akar lenni. A nagyfiam például rendszeresen hazajön úgy az oviból, sokat játszottam, sok gyerekkel egyszerűen szeretnék egyedül legózni. A lányom ugyanígy van a puzzle-val vagy a színezéssel, és ezt valahol meg kell értenünk. Én is szeretek egyedül főzni, vagy ha tényleg olyan napom van, vagy annyira kipörgetnek, hogy úgy látom jónak, hogy nem, most ezt ne oldjuk meg fél óra múlva, ha már épp észre tudok gondolkozni, amikor már el tudom nekik is magyarázni, reálisan vagy az ő kis szemszögükből a dolgokat, úgyhogy bizony szerintem meg lehet mondani a gyerekeknek is, hogy légy szép picit, hagyj békén. Az ötödik, amit ide írtam, az, hogy egy kicsi kikapcsolódás. Na, közben felébredt a kisfiam, és most megkértem, hogy egy picit nézze a mesét, ameddig anya felveszi ezt az egy videót, vagyis a videónak a végét. Szóval igen, nekem ez is egy kikapcsolódás, hogy ameddig... Na, megpróbálom folytatni, szóval... Hol is tartottam? Igen, az, hogyha baromi nehéz napunk volt, akkor bizony, vagy azt mondom a férjemnek, hogy na most, hogy elaludtak a gyerekek, elmegyünk egyet a barátnőimmel, ha csak ki a Dunaparton, mit tudom én, iszunk egy vodka narancsot, vagy ki, ameddig ki lehetett menni, beülni egy akárhova, addig ez egy tök jó dolog volt, vagy hogyha úgy van, megyek. Látjátok, csak nem akarodzik, ez az utolsó pár mondat, hogy be tudjam fejezni. Szóval, hogyha éppen a barátnőimmel nem tudok kimennőt szervezni, akármi véget is, akár legyen ez a vírus, vagy azért, mert nem érnek rá, vagy mert messze vannak nekem például, Éva barátnőm mindig annyira jól, hát nem, hogy le tudta vezetni a felesleges stresszemet, de hogy tényleg, hogyha vele találkoztam, mindig egy kicsit feltöltöttem, viszont most már Pestre költözött ezért sokkal kevesebbet tudunk személyesen találkozni. A férjemmel viszont kialakítottunk egy ilyen extra baráti kapcsolatot is, amikor már úgy tényleg teljesen le vagyunk merülve, akkor veszünk egy üveget, leülünk, fogunk egy, mit tudom én, kesodiót vagy chipset, és akkor átbeszélgetjük az egész éjszakát, de tényleg is, és mert másnap úgy kerülünk fel, hogy sokkal jobb, szóval kibeszéltünk magunkból mindent, és emellett nekünk eléggé szerencsés helyzetben vagyunk, mert van egy baráti társaságunk is, akivel összejárunk activitizni, vagy társasjátékozni, tényleg van egy csomó ilyen kis tök jó Dixit társas, meg hasonló. Ha szeretnétek, akkor csinálok majd egy ilyen társasjáték ajánlót nektek. Ami szintén kizökkent egy kicsit ebből az anyuka szerepből, szóval ez lenne az ötödik. A hatodik az tényleg egy ilyen kis laza, habfürdős, illóolajos pihentető, és ez nem feltétlenül kell este, hanem bármikor, amikor besokaltok, és itt van mondjuk rá apa, vagy mondjuk bekapcsoljátok a tévét, és egy picit mesézzetek, anya pedig megy egyet fürdeni, kikapcsolja az agyát, és ő csak egy kicsit befele meg magára figyel. A hetedik dolog
Ami számomra egy kicsit el tud repíteni ebből az otthoni anyuka szerepből, az az olvasás. Ha belemerülök egy könyvbe, az kicsit olyan, vagy akár egy filmbe, de mondjuk rá filmet nem szoktam nézni, amikor itthon vannak a gyerekek, mert egyszerűen nem szeretem, hogyha azt lássák, mondjuk rá, mit tudom én, egy krimit, vagy egy felnőttebb műsort, mondjuk egy bűncselekményes filmet, vagy szóval előttük nem néznék meg egy thrillert, vagy egy hasonlókat. Engem pedig a mesék valahogy nem kötnek le, mert 6 éve minden nap mesét nézek szinte, szóval igen, megyek egy pillanat, csücsülj oda a kanapéra, jó? Szóval igen, az olvasás viszont azt tényleg engem ki tud kapcsolni, szerintem sokan vagyunk úgy, akit egy kicsit átrepít egy másik, nem dimenzióba, de hogy egy kicsit másik önmagunkhoz találunk, viszont ehhez kell egy jó könyv, szóval az, ami tényleg érdekel, ami tényleg kikapcsol, és nem feltétlen az, hogy ilyenkor egy gyereknevelős vagy hisztikezelős könyvet olvasunk, mikor alapból is egy stresszesebb napon vagyunk túl, vagy annak a közepén állunk, és ki akarunk szakadni ebből az egészből, akkor hogyha találunk egy olyan könyvet, ami tényleg igazán élik a személyiségünkhöz, az szerintem szuper tud lenni. És az utolsó helyre került a szépítkezés, ez a 8. és egyben utolsó pontom. Ezzel csak az a probléma, ezt rengetegen írtatok, hogy elmentek körmöshöz, fodrászhoz, pilláshoz, mit tudom én, kozmetikushoz gyantáztatni. Ezzel az a probléma szerintem, hogy ez a legtöbb bejelentkezős. Jó, körmöshöz egy pár helyen már be lehet menni úgy, hogy beülsz, vagy esetleg fodrászhoz is, de hogy ez szerintem eléggé ritka még, és én azt látom, hogy a jó fodrászokhoz nagyon előre be kell jelentkezni 2-3 héttel, legalábbis ez a saját tapasztalatom, nyugodtan javítsatok ki, hogyha nem. Szóval számomra például megvan az, hogy mit tudom én, február 20-án megyek fodrászhoz, és most nem mondhatom, hogy na máma gyerekek, hisztisek legyetek, mert máma anya fel tud töltődni, szóval ez egy előre tervezett dolog, viszont tény, hogy egy nőt, egy anyát fel tud tölteni az, hogyha csinosabbnak érezzük magunkat, és itt kiemelném ebbe a szépítkezésbe azt is, hogy én például, hogyha full ki vagyok borulva, depis vagyok, vagy bármi bajom van, akkor ha csak kisminkelem magam, vagy mondjuk leülök videózni, és úgy érzem, hogy na, ez most jól sikerült, vagy belenézek a tükörbe, és azt mondom, hogy igen, ez most úgy tetszik, az szerintem dob egyet a hangulatunkon is, és ahhoz is, hogy lehet, hogy egy picit akkor türelmesebb vagyunk a körülöttünk lévő emberekkel is, mert valljuk be, mi anyák többször, hogyha mondjuk a munkahelyen probléma van, hogyha nem tudjuk kifizetni a számlákat, vagy bármi stressz ér, akkor ezt bizony a családra vetítjük rá, kevesebb türelmünk van a férjünkhöz, kevesebb türelmünk van a gyerekhez, mikor oda jön, hogy anya, gyere, társasozzunk, akkor nem, most tényleg nem, most nincs kedvem, Vagy tényleg hasonló akármi, amit ő még ezt nem tudják kezelni, hiszen fogalmuk sincs, hogy mik azok a felnőtt problémák, amikkel néha szembe kell, hogy álljunk nap mint nap, amik szembe jönnek velünk. Szóval igen, nyugodtan írjátok le, hogyha kihagytam valamit, nyugodtan írjátok meg ide a komment szekcióba, hogy mi az, amit téged személy szerint feltölt, mi az, amit én kihagytam, és te úgy gondolod, hogy bizony itt a helye, és hát, hogyha tudunk tanulni egy kicsit még ebből a komment szekcióba is a tanácsaitokból. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, csodás karácsonyt, és sok türelmet és békességet kívánok nektek. Sziasztok!